köbüşürük, il tanıkan köbüşürük, aksağı tökü doluğa, yargı tekim köptürük. Ökkenin sakta kaymağı, és szeretettel köszöntöm a Hun televízió nézőit, hallgatóit. Ma egy új rovatot indítunk el, a Házat-Házat Alapítványnak, azaz a Házat-Hazát Alapítványnak a rovatát. Ezt a rovatot mától kezdve én vezetem. Én Bikafalvi Márti László vagyok, író és távközlési rendszerkonstruktőr. Bemutatom a beszélgető társamat, Lőrinc Kálmán urat, aki a Házat-Hazát Alapítványnak a megálmodója egyben, és az igazgatója is, és óriási tervei vannak ezzel, mert már valamit bizonyítottak, és most szeretnének sokkal nagyobb lépésekkel előbbre jutni. Ennek a Házat-Hazát Alapítvány rovatnak arra gondoltam, hogy legyen egy felvezető, akár szlogen mondata is, mégpedig az, hogy a 21. század embere már el tudja azt képzelni, hogy létezik a világban, a világ mindenségben, itt a Földön is olyan, amit még el se tud képzelni. Lőrinc Kálmán úr egy ilyen ember, repíti előre azokat, akik vele együttműködnek. Köszönöm szépen a felvezetést, László, és hát tegező formában vagyunk, ugye régen ismerjük egymást, úgyhogy remélem, hogy így is maradunk, igen, maradhatunk. Igen, egyetemi korból ismerjük egymást. Igen, igen, és nagy szeretettel köszöntöm a Hun TV-nek a nézőit, hallgatóit, és akik ezután majd be fognak kapcsolódni. Őket is már előre köszöntöm, hiszen egy nagyon fontos témáról van szó. Ha házat építünk, akkor hazát is építünk, mondta az öcsém, amikor hazajöttem, és megpróbáltuk az amerikai rendszert lefordítani magyarra. Nem sikerült, és ekkor ő mondta azt, hogy ha házat építesz, akkor hazát is építesz, és így is van, így is érezzük. És én is egy Vas Albert idézettel kezdeném. Azt írja Vas Albert, hogy mindenkinek van egy feladata ezen a földön, egy titkos küldetése, amely Istentől való. Micsoda gondolat ez, ugye, hogyha ugye elmélyed ebben az ember, és én is így érzem, és így is cselekszem, mert nagy a baj tulajdonképpen Magyarországon. Olyan szempontból, hogy fogy a népesség. Ugye a fiatalok elvándorolnak, ezt meg kell akadályozni. Igen, ez nagyon jó gondolat, hogy a fiatalokat itt tartani, lehetőséget adni. És ugye egy fiatal párnak különösen lényeges az, hogy legyen otthona, ebben a hazában legyen saját otthona, vagy olyan, amit sajátjának tudhat, bármilyen konstrukcióban is lakik abban a lakásban, házban, ne talán. És tudomásom szerint ez az alapítvány éppen ebben gondolkodik, hogy a megtartásnak, az itthontartásnak egy lényeges momentuma az, hogy tudjanak a fiatalok hol lakni, legyen hova születniük a gyerekeknek, minél több gyereknek, és a népesség fogyás megállításának ez is egy lényeges momentuma lehet. Az egyik leglényegesebb, mert hogyha nincs ház, akkor nincs haza sem. És mi bizonyítottunk. Emlékszel, László, hogy én 92-ben jöttem haza Magyarországra, Amerikában éltem 23 éven keresztül, és eljött az idő, hogy haza kell jönni, mert találkoztam egy volt amerikai elnökkel, Jimmy Carterrel Miami, Floridában, ahol én éltem, és ott 25 házat építettek egy lerobbant fekete negyedben, és hatalmas hurikán volt hétfőn és kedden, most már nem emlékszem pontosan, hogy melyik héten volt, vagy, de azt tudom, hogy 91-ben volt. És Jimmy Carter minden egyes csatornán ott volt, nem lehetett kikerülni.
És ahogy tudod, nekem egy gipszkarton szerelő vállalatom volt, amit úgy hívtak, hogy az őrült magyarok gipszkarton szerelő vállalata. Nekem már ez az elnevezés is nagyon tetszik, mert ugye ha jó értelembe vesszük azt, hogy valaki őrült magyar, akkor abból azt tűnik ki, hogy konstruktív, hogy előre viszi a dolgokat, hogy mindig valami újban gondolkodik, valamit, ami a fejlődést jelenti, olyanban gondolkodik, és te ilyen vagy. Hát köszönöm, hogy ezt mondod, de azt hiszem, ezt bizonyítottam is neked, és nagyon jó a fordítása, az angol nyelvű fordításai. The Mad Hungarians Drywall Company Incorporated. Tehát a cégem így volt bejegyezve. Igen. Mindenki érezte, hogy itt valami nagy dolog történik, hiszen 40-50 emberrel dolgoztam a végén már, és a kocsinkon rajta volt írva, hogy Mad Hungarians. Hát nekem soha nem kellett hirdetnem. Hát mert ez egy különlegesség volt, ez egy kitűn, nem egy szokványos valami, hanem minden pillanatban az emberek oda néztek, hogy valami, tehát ahogy mondja a német, hogy blikfangos volt, igen, ugye? És akkor nem elég a blikfangos plakátnál, meg hirdetésnél se az, hogy az emberek szemét oda vonzza, hanem utána meg is kell mondani, hogy mi történt, és ti, igen, pedig bizonyítottatok. Meg itt nem kellett egy szót se szólni, mentem a 90-es gyorsforgalmi úton, 4-5-en ültünk, tele volt szerszámmal a kocsi, és ki volt téve, hogy Mad Hungarians Drywall Company. Hát ne tudd meg, hogy hányan ránk dudáltak, és mondták, hogy igen, ez a Mad Hungarian. A másik az, hogy minőséget adtunk. Hát 4-5 ezer gipszkartont raktunk fel hetente. El tudod azt képzelni? Hát az rengeteg munka. Hát de nem a 2 méteres, bocsáss meg, a 4 méteresből. Ja, jó minőséget. Jó minőségben. Vagy kiválót. Igen, hát abszolút kiváló volt. És akkor a Carter elnök, hogy visszatérjek a sztorihoz, Carter elnök éppen gipszkarton szerelőket keresett, képzeld el. Azt mondta, hogy 1-2 napig, hétfőn, kedden nem tudtak olyan nagyon dolgozni, mert nagy hurikán volt. Tehát ez egy borzasztó nagy ilyen esős időszak volt, és keresi a gipszkartonosokat, mert ők egy hét alatt beépítik ezt a 25 házat. Felépítik, és át is adják a tulajdonosoknak. Tehát ez egy ilyen figyelemfelkeltő. Ez nagyon komoly. Hát hihetetlen szervezettség kell, és ott ugye ügyvédek, orvosok, egyszerű emberek ott álltak, mit kell csinálni a gipszkartonozásnál. És ehhez a sztorihoz az is hozzátartozik, hogy én, amikor ezt megláttam, egy nagyon jó hideg sör volt a kezemben, éppen meló után voltunk, 127 gipszkartont raktunk fel aznap ketten egy emberrel, a Németh Péter barátommal, akit én tanítottam ki, és ő szabómester volt itt Magyarországon. Na most képzeld el. Hát igaz, hogy a gipszkartont is szabni kell, ugye vágni kell, mert ilyen 4 méteres darabokban jön. És egyik sem jött el velem, képzeld el. De ahogy én megláttam a Carter elnököt, és ezt a kalákás munkát, akkor azonnal átfutott az agyamon, hogy ezt meg kell csinálni Magyarországon. De ez nem tudom, hogy isteni sugallat volt, vagy nem. Megállt a kezembe a sör, pedig ilyen nagyon ritkán fordul elő. Hát ez lehetett az, hogy a mai szóhasználattal érve, illetve kifejezés használattal, hogy jókor voltál jó helyen. Igen, mert mindig mondom, hogyha kertész maradtam volna, mert azt is csináltam vagy 10 évig, akkor soha nem találkozok az elnökkel. Na, summa summarum, felhívtam a Bodor Laci bácsit, aki a tiszteletes úr volt, Erdélyből jött ki, hogy kiszabadítsa a 3 gyerekét Ceausescu karmaiból. A feleségével együtt jött ki, képzeld el, idősebb korában, a Albinka volt a lelke az egész egyháznak, és ő volt a kántor is tulajdonképpen. És felhívtam a Laci bácsit, mondom, Laci bácsi, hát rendszerváltozás volt, tudod, tele energiával, mondom, haza kell menni. És akkor a Laci bácsi azt mondja, igen. És azt mondja, akkor most menjél hátra szépen abba a 30 lakásba, ami a templom mögött van, amit egy nagy magyar, Nagy Mihály Gáspár épített, és azt mondta, hogy lehet, hogy ebből fogtok megélni. És azt mondta, hogy ott van egy hölgy, most jött éppen haza a Venezuelából, illetve oda Miami-ba, és menj oda hozzá, és beszélj vele. Tarné Lévai Pálmáról beszélek, költőasszony, aki Törökországban született, olasz iskolába járt, a Sorbonon tanított,
utána pedig Venezuelába ment, és ott élt a férjével együtt, és egy csodálatos asszony volt, és átjött Miami-ba. Az Úristen úgy rendelkezett, hogy nekünk találkozni kell. És én már korábban is beszéltem vele, és ugye ifjúsági termet építettünk, és mondom neki, Pálma, akarok hazamenni. És akkor azt mondta, hogy Kálmán, menjél. És abban a pillanatban leírt egy gondolatot. És ezt nagyon nehéz könnyek nélkül elmondani. Legyen arany a jellem, legyen arany a szív, és a befektetett nemes energia hozzon aranyat is. Isten veled, és egy indián törzsfőnöknek a 24 karátos kis medálját adta oda nekem, képzeld el, és azt mondja, védelmezd a hazát. Ezt mondta, képzeld el. Hát ez különleges szépség is, és egy jó indítás volt neked, hogy hazajöjjél, és ha már idézetről volt szó, nekem egy Vas Albert idézet jutott eszembe szintén, amit még a névjegyemre is rátetettem, nevezetesen azt, hogy az ilyen ember, mint amilyen te is vagy, ez már nagyon jól tudja azt, amit most mondani fogok, hogy az ember szava nem szél, ami jön és elmegy. És amit én tettem hozzá Vas Albert gondolatához, hanem az ember szava olyan legyen, mint a híd, át lehessen menni rajta. És te valójában, amikor hazajöttél, akkor itthon is ezt képviselted, és képviseled a mai napig is, hogy amit valakinek megígérsz, azt meg is tartod, megvalósítod. Nem úgy, mint sokan, akik azt mondják, hogy amit én ígérek, azt megtartom, ha pénzt ígérek, azt is megtartom. Igen. Hát igen, és Pálma mondta nekem, hogy hát emlékszel, Kálmán, 90-ben itt volt Lezsák Sándor nálunk, ott Miami-ban, december 9-én, 1990-ben. A áldott emlékű püski házaspár hozta őket, és végigvitte őket egész Amerikán, és én szerveztem ott a Sándornak, a Lezsák Sándornak, aki most ugye a parlament elnöke, az estéjét. Tollas Tiborral jött, aki 56-ban ment ki, és Németországban élt, ő költőember volt, biztos mindenki ismeri, és Szőcs Vilmosnak, egy festőművésznek, erdélyi festőművésznek volt a kiállítása, és Sándor ott tartott előadást. Hát én ott ugye mindenes voltam, mert előtte való évben adtuk át azt a gyönyörű ifjúsági termet, amit, tudod, minek hívtunk? Nagy nem. Mihály Gáspár ifjúsági klub. Az az ember, aki 40-es években ment ki, építési vállalkozó lesz, és ő építette ezt a 30 lakást, és azt mondta, majd meglátjátok, ebből fogtok megélni. És úgy is lett. Egyre kevesebb fiatal jött, elmaradoztak, és én pedig felépítettem ezt az ifjúsági termet, ahol fogadtuk Lezsák Sándort. És az ő előadásának címe az volt, képzeld el, hogy öreg hazát és házat vakolni. De ez akkor úgy elment mellettem, én videóztam, fotóztam, felszolgáltam, rohangáltam, az előadást vezettem, és másnap reggel a Sándor odajött, és akkor éppen felmostam a követ, képzeld el. Te voltál hát, mindenes. Hát sokan voltak már akkor fiatalok is, de hát nem jött senki, ugye mindenki el volt foglalva, én meg fölmostam, mert másnap is volt egy előadás. Akkor ott hirtelen megállt mellettem, és azt mondta, te Kálmán, hát azt mondja, ezt most tényleg te vagy? Hát egész másképp néztem ki, tudod, mint előtte való este. Mondta, igen, természetesen Sándor, hát ma is jöttök, előadást tartotok, valakinek meg kell csinálni, és akkor azt mondta nekem ilyen mélyen ülő szemekkel, hogy Kálmán, azt mondja, ilyen emberekre van nekünk most szükség Magyarországon. És ez megütött. És egy évig nem történt semmi, és akkor 91-ben jön egy amerikai elnök, képzeld el. Igen, akkor az érdekes lehetett, hogy ez a két momentum, ez elkezdett dolgozni benned, igen. Ugye? Leküldted a feladatot a tudatalattidba, és a tudatalatti egyszer csak azt mondta, hogy most. Igen. És akkor hogy indult Magyarországon ez az egész? És Pálma, ugye, Tarnyi Lévai Pálma, azt mondja, menj el, nézd meg Lezsák Sándort. Egy kis utasítás. Fantasztikus egy nő volt te.
egyenes, száfatartású, törökül írt verseket, aztán ugye spanyolul is írt, nem, spanyolul nem, de magyar verseket is írt, majd egy kicsit később elmondok egy-két verset, illetve felolvasom inkább. Megkerestem Lezsák Sándort, elmondtam neki, hogy mi történik, és a Lakitelek Alapítványnál voltunk hárman a kuratórium tagjai, én elhadartam, hogy mit fogok csinálni, persze, hát azért egy kicsit utopisztikusnak tűnt, amit elmondok, és akkor az egyik azt mondta, te Kálmán, te honnan jöttél? A Marsról? Hát tudod, akkor még nem volt az emberekből az, hogy igenis, menjünk és csináljuk. Na jó, találkozunk legközelebb. Akkor már öten voltunk, vagy hatan, és a másik három már megpróbálta megmondani, hogy ezt hogyan nem lehet megcsinálni Magyarországon. A harmadik találkozónál már tizen voltunk, már bankár is volt ott, ezt nem lehet megcsinálni. Hát kamatmentes a kölcsön. Hát ki? Nem is kölcsön volt szó, hanem egy ilyen megelőlegezett összegről. Hogy közbe kell vágnom, ne haragudjál, mert az egy fantasztikusan érdekes tulajdonossága a magyarnak, miközben, vagy mindjárt mondok egy másik oldalt is, hogy azonnal tudják sokan mondani manapság, hogyha valami újat gondol az ember, hogy mit, miért nem lehet. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ot azonnal felsorol, miért nem lehet. Igen. És azt szoktam mondani ezeknek az embereknek, hogy csak egyet fordítsál meg, már is azonnal pozitív megvalósítás irányba indulnak a dolgok. És ugye az, hogy fantasztikus emberek, arról eszembe jut, ugye Enrico Fermi, a Nobel-díjas fizikus, aki nagyon sokat dolgozott a híres magyarokkal az USA-ban, és ugye egyszer egy előadáson megkérdezték tőle, hogy szerinte vannak-e űrlények a Földön? És akkor mit mondott, ha nem is szó szerint, de idézem őt? Azt mondta, hogy természetesen vannak. Tudják, hogy hívják ezeket az embereket? Ezeket az űrlényeket? Magyarok. Mondta ezt egy olasz Nobel-díjas fizikus. Igen. És ez a mai napig is érvényes. Tehát Kálmán, te is olyan vagy, hogy elkezdett pörgetni, hogy mit, hogyan lehet, milyen Igen. újabb dolgot lehet megvalósítani Magyarországon. És ez a szép ebben az egész házat hazát alapítványban, hogy olyan újat hoztál, amit más addig nem talált ki, és még máig sem. Hát, hogy visszatérjünk Vas Albertra, itten puskázok egy kicsit, hogyha megengedik a nézők is. Ő azt mondta 50-60 évvel ezelőtt, ugye, hogy a haza nem elég önmagában, ha hiányzik belőle az otthon. Micsoda jó dolog. Igen. És utána azt írja, illetve mondta Klebelsberg Kuno, hogy a változás kulcsa a munka. Tehát itt hihetetlen mennyiségű munkát kell elvégezni. Ha munka van, minden van. Munka, család, nemzet és az ősök tisztelete. Erre épülhet fel a jövő Magyarországa. A sikeres nemzetek nem múlt csatáit akarják megnyerni, hanem a holnap, a jövő csatáit. Ugye Klebelsberg Kuno 1875-től élt 1931-ig. Akkor most jó lenne, hogyha beszélnél arról, Kálmán, hogy valójában hogy is valósul meg ez munkával is. Mert ha már a munkáról beszéltél, akkor beszélj arról is, hogy a házat hazát alapítványban valójában a házak, és nem csak lakások, hanem a házak felépítése az a ti szisztémátokban hogy történik, mert tudomásom szerint ez teljesen eltér az eddig megszokott építkezésektől. Hát igen, ez a tulajdonképpen jaj, de nem szeretem, és mégis használom, látod most már harmadszor. Az történt, hogy elkezdtünk dolgozni, és a Sándor azt mondta, hogy na gyerekek, elég volt most már ebből, adunk 3 millió forintot, és azzal elkezdjük a házat hazát alapítványt, és akkor nekem volt egy olyan ígéretem a Carterön keresztül, a nemzetközi szervezettel, Carter elnökön keresztül, hogy ők is ugyanazt adják. És a 35 ezer dollár ott volt, képzeld el. Hát készfogásos volt. Hát ez a 90-es évek elején, ez nagyon nagy pénz. Hát igen, 6 millió forinttal, és akkor hát nagy öröm, tudod, jaj Istenem, elindul házat hazát, bejegyezték, és akkor elindítottuk a munkát, és azt mondtuk, hogy az első európai házat, illetve a nemzetközi szervezetnek az első európai házát én fogom felépíteni. Ígértem ezt Carter elnöknek. Itt Magyarországon. Itt Magyarországon.
És ugye majd arra visszatérünk a sztorira, tudod, hogy hogy dolgoztunk ott, és miért jött ide Magyarországra. És azt mondta, hát rögtön nekiálltunk, és behívattak a televízióba. Hát tudod, az a elégedett mosoly, hogy na, megint egy amerikás hazajött, és mit ígérget ilyen baromságokat. Kalákás munkákat szervez, munkásokat. Mert ugye én kitaláltam azt, hogy akik jelentkeznek, azoknak 500 óra közösségi kaláka munkát kell végezni. Ez nagyon jó, bocsánat. Azért nagyon jó szerintem, mert ha valaki befekteti a saját energiáját, a munkáját valamibe, az azért jó, mert sokkal többet fog neki érni, értékelni fogja azt, amiben az ő munkája is benne van. Nem ingyen kapta, nem odaadták neki, nem egy jutalom volt, és így tovább, na, hanem de... dolgozott, tett érte igen, valamit, és ezért szimpatikus igen. Nekem az egész konstrukció, amit kitaláltál. Na de itt jön a csavar. Azt előre másnak a házán le kell dolgozni, mielőtt az övét építjük. Tehát a közösség is épül. Hát egyrészt, és akkor az önerejét is behozták, abban az időben 100 000 forint volt. A Szocpol támogatást megszereztük nekik, a telket megszereztük közösségi munkával. Honnét? Kiktől? Hát olyan önkormányzatoktól, akik láttak ebben fantáziát. Van ilyen példa? Van, persze. Képzeld el, behívtak a TV1-be, és ott elkezdték mondani, hogy jaj, hát ezt nem lehet, és jó, el tudjuk képzelni, hogy tud pénzt szerezni. De mi lesz a telekkel? És akkor az MTV-nek a nézőire úgy ránéztem, és azt mondtam, hogy kedves polgármester urak, akik közül az első felhív engem, és telket ajánl ennek az alapítványnak, annak alapján, amit én itt most elmondtam, oda fogunk menni építkezni. Hát ott mindenki mosolygott természetesen. Képzeld el, hogy 10 percen belül Bátaszék polgármestere felhívta a tévét, és mondta, hogy van 3 telek. És azt kérdezte, hogy mikor megyek le, mert akkor ott építjük ezt a házat. Ígéretem, ha szívem. És mondta, hogy egy héten belül, nem mondom, holnap reggel ott vagyok. Ott is voltam, megbeszéltük, hogy egy 4 gyermekes családnak építünk egy házat, egy hónapon belül állt a ház. Te is olyan vagy, mint én, hogyha valamit elhatároz, akkor nem majd holnap, meg holnap után a jövő héten, hanem már lehetőleg tegnap. Így van, valósítsuk meg. Na és akkor utána elindult, hogy Martonvásáron építettünk, akkor Abdán, és Gödöllő polgármester is érdeklődött. Kimentem dr. Gémesi Györgyhöz, akkor még magáztuk, és mondtam neki... Aki egyébként orvos, ha jól tudom. Orvos, ugye? Igen, egy fantasztikus ember. Most már azt hiszem az 5. ciklusát húzza a Gödöllőn. És sportoló is, mert vív. Sportoló, vív, minden, és egy csomó gyereke is van neki, de legalább 5. És elmondtam neki, elhadartam, jó, azt mondja, akkor jöjjön vissza. Másodszor is elmentem, harmadszor is elmentem, és akkor csináltunk egy sajtótájékoztatót, hogy miről szól az alapítvány, és tulajdonképpen, megint a tulajdonképpen, hát ez borzasztó. Az egyetemen, a közgazdasági egyetemen, akkor még ugye nem volt telek, csak a bátaszéki, és országosan akartuk a programot megcsinálni, és akkor ünnepélyes kapavágás volt. Ott, az egyetemen, ahol én végeztem 1968-ban, de hogy volt a kapavágás? Na akkor azért nem mutattalak be részletesen, de most itt az ideje, hogy te a közgazdasági egyetemet végezted valamikor, a mai neve ugye a Corvinus Egyetem, ott végezted, és a szakközgazdászi hát diplomádat is ott szerezted, amit csak azért nem adtak át neked, mert eltávoztál az USA-ba, ugye? Igen. Tehát azért gyakorlatilag megvan a szakdoktorátusod is. Persze, és külkeres voltam. Elvileg is külkeres, több nyelven beszéltél már akkor. Tehát ez is egy lényeges momentum abból a szempontból, hogy volt egy olyan alapod, amire építhettél kint is, meg itt különösen, mikor visszaérkeztél Magyarországra. Tehát nem egy légből kapott valami a te személyiséget, és különösen nem az a gondolat, amit
nem csak elgondoltál, hanem föl is építetted, és a mai napig nagyon nagy sikerrel viszed tovább. És hát ugye hazajöttem, és az egyetem volt ugye 4 évig az oktatóhelyem, és ott akartam megcsinálni a kapavágást. De hogy csinálsz egy egyetemen kapavágást? Mindenki kérdezte, hogy csinálom? Mennyi az idő közben? Nézzük meg, vedd le az órádat, hogy lássuk, hogy ne fussunk ki az időből. És hát lehet róla beszélni nagyon sokat, de azt mondtam, hogy akkor is kapavágás van, mert elindítjuk a programtanácsokat, tehát minden kis faluban, ahol érdeklődnek, vagy városban, akkor oda megyünk, és szereztem egy nagy sörös hordót, vagy boros hordó volt. Beletettünk jó magyar földet különböző részéről az országnak, és abban egy gyönyörű fa volt, és ott volt az ünnepélyes kapavágás, képzeld el. Na, és végül aztán erre az ünnepélyes kapavágásra azt mondta a Gémesi György, a dr. Fábián Zsolt alpolgármesternek, te, azt mondja, menjél már ki, hogy ez az őrült magyar, azt mondja, az idegeimre megy, azt mondja, tisztelket akar, és hát képzeld el, hogy a tisztelek megjött. És akkor elkezdtük a fiatalokat, akik már dolgozták az óráikat, az irodában vezették a könyvelésünket, és mindenhova jöttek velünk az országban, 4-500 órát ledolgoztak. Tehát és akkor 4 fiatal jött az egyetemről, akik budapestiek voltak. És tehát akkor mindegy, hogy milyen munkát végez. Fizikai munkát lehet, szellemi munkát végezni. Igen. Lényeg az, hogy mindegyikkel segítség magát az alapítványt, illetve az építkezéseket, az új telkek megszerzését, és így tovább. Tehát a kaláka munka az nem csak rampácsolás. Nem. És elmentünk Gödöllőre, ott 300-an voltunk, képzeld el. Annak ellenére, hogy az öcsém azt mondta nekem, te ide figyelj, azt el tudom képzelni, hogy pénzt tudsz szerezni, mert te őrült vagy. De az, hogy valaki eljöjjön előre másnap a házán 500 órát ledolgozni, az nem. Főleg Magyarországon. Főleg Magyarországon, képzeld el. És hát fantasztikus volt, hogy 300-od oda mentünk, és kitakarítottuk az egész Gödöllőt. És ezért kaptuk a telkeket, elindult az építkezés, csodálatos volt. Itt álljunk meg, mert ez egy lényeges momentum szerintem, hogy amit telket adományoz egy-egy, és ez a mai napra is vonatkozik, igen, egy-egy önkormányzat, az nem ingyen fogja odaadni az alapítványnak, hanem az alapítvány ugyanígy, mint ahogy az előbb elmondtad, a mai nap is valójában sok minden munkával viszonozza ezt, tehát mondhatni azt, hogy értéket ad az értékért, igen, csak másfajta értékkel, gyakorlatilag ez egy különleges barter. Igen, üzlet, pontosan. Ugye? És akkor én azt mondtam, ugye, hogy a téglaépület az nagyon jó, csak nem olyan energiatakarékos, abban az időben legalábbis nem az volt, hogy hozzunk be Amerikából egy könnyű szerkezetes házat, és ezt be is hoztuk. 2 konténerben fémváz szerkezet, és ünnepélyes kapavágásnál már ott állt az alap, és elkezdtük rakni ezt a házat, és az újságírókat meghívtam, hogy kedves újságírók, jöjjenek, tévések, 2 hét múlva ide. És akkor megkérdezték, hogy miért? Hát mondom, mert átadjuk a házat. Na most képzeld el, hogy 2 héten keresztül mennyit cikiztek engem. El tudod képzelni? Hát gondolom, mert a magyarnak ez a humoros cikizés különösen ugye sajátja, és úgy tudom, hogy itt az átadásnál valami különlegességet találtál ki, amit szintén nem akartak elhinni az emberek, de megvalósult, mintha valami kulcsátadásról. Igen, de ez akkor történt, mikor átadtuk ezt a házat, ezt a könnyű szerkezetet, akkor 10 háznak az alapjait kezdtük ásni, és ott voltak, különböző országokból voltak emberkék, főleg Amerikából, és amikor megépült ez a 10 ház, akkor én meghívtam az amerikai nagykövetet, Blinken urat, Békés Csabáról hoztam föl ingyen és bérmentve egy dottó vonatot, és hát a 10 család ott volt a Gyurinak, a Gémesi Györgynek a szobájában, és elindultunk, és a dottó vonat vitte föl, tülkölt, zászlók, minden, tudod, ez a kis amerikai parádé, és fölértünk, és akkor én azt mondtam az alapítónak, hogy kedves Millard, tudom, te is baptisták vagytok,
és hihetetlen, amit csináltok a világon mindenfele. De azért mi az Úristen munkáját végezzük itt Magyarországon, és hát a kulcsokat az égből kéne hozni. Azt mondja, rám nézett, és azt mondja, te őrült magyar, you mad Hungarian, I don't believe this, és mit fogsz csinálni? Na jó, átadtuk a 10 házat, 6-nál mindegyik háznál volt ilyen kis üzlethelyiség, tehát abból ki tudták gazdálkodni a havi törlesztése a családok, és akkor hol vannak a kulcsok? És akkor én egy ilyen kis rádiótelefonon beszóltam, és a magyar ejtőernyős válogatott egy repülővel felszállt. Hát ezt is meg kell szervezni. Hát, nem kis... És 3000 méteren, képzeld el, kiugrott az első az amerikai zászlóval. Igen. Ott 500-an voltunk, akik átadták a házakat. Ment föl a gép, és 3-an kiugrottak, mert tudom, 4000 méteren, 5000 méteren. És a 10., hiszen 10 házat építettünk, 10.000 méteren, hát ezek fontos számok, tudod? Igen. 10.000 méteren ugrott ki, és hozta a magyar zászlót. Hát ottan azért a síros szemeket azért én is láttam, hát én is elmondtam, ez fantasztikus volt. Ez egy lélekemelő momentum volt. Most én benned azt is fantasztikusnak tartom, hogy a konkrét építkezés mellé olyan egyéb eseményeket tudsz szervezni, amire szerintem manapság Magyarországon, nem csak akkor, hanem manapság Magyarországon is kevesen képesek. És ez nagyon jó lenne, hogyha akár a televízió nézők, hallgatók, akár ők, nekik az ismerőseik, ezt mernék továbbadni. Mert beszéljünk most arról ennek kapcsán, hogy akkor most hol tartunk, hogy milyen terveid vannak, mert gondolom, hogy vannak újabb terveid, és bizonyára, hogy nem ilyen apró, piti kis kuncutságok. Még annyit hadd mondjak el, László, neked mondom, hogy utána aztán a 10 ház felépült Gödöllön, majd Cegléden és Adonyban, ahol 5 fiatal kapott lakást, pénzünk nem volt természetesen, mert mindent berakunk, és a havi törlesztés jön vissza az alapítványhoz. Tehát itt az is van. Kamatmentes törlesztés. Kamatmentes, igen. És kimentünk Hollandiába, itt egy jótékonysági szervezettől szereztünk 150 000 dollárt a feleségemmel, és abból építettük meg, képzeld el. Na és akkor utána jött Kistarcsa, Verőce, Vác, és így épültek aztán a házak. Itt hadd jegyezzem meg, és hadd mondjam el ezt a verset, önöknek is figyelmébe ajánlva, Tarné Lévai Pálmának a verse, fiatal barátaimnak, mikor engem megismert ott, és építettük ottan a templomhoz az ifjúsági klubot. Állj be a sorba, gyermek, mint a fa, melynek gyökerei mélyen kapaszkodnak a kemény földbe, ősidők törvénye szerint. Milyen gyönyörű gondolat, ugye? Kemény gerincel állj be a sorba, gyermek, és mint a fa, nőjél a végtelenség felé. Játsszál a széllel, messzi távlatokkal, susogjál az égen fénylő csillagokkal, boruljanak lágyan lombjaid a fáradt vándorra, árasz illatot a légbe gyümölcsös álmokkal. Titok maradsz a törpéknek, akik csak törzset látnak, és a rovaroknak, melyek a gyökeret rágják. Gyökér marad a törvény, és lendület a szabadság. És szép. Hogy tovább menjünk. Igen. Ha jól tudom, hogy eddig 40 házzal bizonyítottatok, hogy ez a program, ez egy megvalósítható élő program, és ezeknél a házaknál sok gyerek is született. Nem tudom pontosan, hogy mennyit, mert megmondod, hogy hány gyerek született, tehát az, amire gondoltál, hogy otthon is legyen, és a családok azok növekedjenek, szélesedjenek, minél több gyerek legyen, az megvalósult, és akkor ez a 40 házas alap, ez azt hiszem az alap arra neked, hogy most mi az új terved. Mert gondolom, hogy megint egy ilyen őrült magyar terv az, ami megfordult a fejedben, igen, és ezt igyekszel megvalósítani. És egy kicsit talán én arra gondoltam, hogy azért is hívunk meg téged itt dr. Horkovics Kovács János tulajdonossal, a stúdió tulajdonosával, mert valami olyan fantasztikus az egész, hogy érdemes róla beszélni, és nagyon jó lenne, hogyha akik megnézik ezt a műsort, kedves nézőink, hallgatóink, hogyha magukévá tennék a gondolatot, és jönnének,
és a honlapon meg tudják nézni majd a mi elérhetőségénként annak érdekében, hogy valamilyen formában ne csak érdeklődjenek, hanem csatlakozhassanak is. Igen, ez egy nagy gondolat egyébként, és azt mondanám, hogy 40 gyermek született, sőt egy családnál már az unokák is megjöttek. És látva a szívoperációm után egy kicsit lelassulva, látva azt, hogy a fiatalok elmennek az országból, és azt találtuk ki a feleségemmel, dr. Máté Gizellával, aki közgazdás szintén és pénzügyi szakember, tehát ketten gyűjtjük a pénzeket, hogy itthon legyél otthon. Igen. És gyere haza, mert nagyon sokan kint vannak, de nincs meg a lehetőség, hogy otthonba tudjanak jutni, és hogyha nincs biztonság, akkor nem fognak hazajönni. És ti példát is mutattok, mert van 4 gyereketek, ha jól tudom, egy lány és 3 fiú gyereketek van, tehát nem a levegőbe beszéltek, hogy sok gyerek legyen. Igen, igen, hát ez nagyon fontos, és az egyik kis plakátunkon fényképen én egy gyereket tartok fönn az elején, amikor hazajöttem, és az van aláírva, hogy értetek. Értitek? Jó. És a gyerekeket is bevontuk a munkába, az időseket is bevontuk a munkába, és most nagyot merünk álmodni. És mi ez? Hát ugye merjünk nagyok lenni, írt a Széchenyi, és én ezt akkor kaptam meg ezt az idézetet, amikor édesanyám 74-ben kijött hozzánk meglátogatni, akkor már tudott jönni, és tudod mit hozott? Széchenyi naplóját. És elmondta nekem, hogy drága kisfiam, látta, hogy én hogy dolgozom, figyelj ide, én megakadályozhattam volna akkor, hogy te elmenj az országból, de nem tettem. Azért, mert tudtam, hogy neked valami küldetésed van ilyen szempontból, és különben is, ha fejedbe vettél valamit, akkor azt úgyis megcsinálod. De itt van ez a könyv, és kezd olvasni. És itt olvastam azt, hogy merjünk nagyok lenni. Én pedig hozzáteszem, merjünk nagyot álmodni. Na most, kedves közönség, tévé látó és élvező emberek, el tetszik tudni képzelni azt, hogy 1000 házat meg lehet építeni, felújítani az országban mindenhol, ahol szükség van erre, 1000 darabot egy év alatt. És megvannak hozzá az eszközök. És most fogjuk a pénzügyi hátterét is ennek elkezdeni, és Bizsolyban, ahol egy évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy ott tartjuk a fiatalokat. Ott van egy fiatal méhészmester és fiatal pap, ahol most születnek az ikrek. Lehet, hogy most, ahogy beszélgetünk, most születnek a gyerekek. Az első magyar gyerekek ott Bizsolyban, mert nagyon sok a cigány, de oda is elmentünk, és 4000 darab csemetét ültettünk el, képzeld el, egy hétvégén 3 nap alatt. De megmozgattuk az egész falut. A cigány gyerekek, képzeld, ott velünk együtt jöttek, meg a szülők is, ültették a fákat. És ma ott megálmodott a tiszteletes úr, és hát velünk együtt kidolgozva most már egy gyönyörű kávézó van, elindult a templom körül a szépítési munka, és Molnár Gergely, aki megálmodta azt, hogy az első magyar mézmúzeumot létrehozza, ott Bizsolyban, meg is épült. Képzeld el, ott van a múzeum. Na akkor ez nagyon komoly pozitívum az egész folyamatban. Akkor beszéljünk arról egy kicsit, hogy kik azok, akik segítik ennek a programnak a megvalósulását. Mert ugye ahhoz, hogy házak épüljenek, ahhoz nem csak a különböző szervezeteknek az összefogása szükséges, hanem ezen az összefogáson belül szükséges az, hogy pénz is jöjjön, tehát meglegyen az a pénzügyi alap is arra, hogy elkezdődjenek a házaknak a építési munkálatai. Tehát én szeretnék hallani tőled egy-két konkrétumot arról, hogy vannak, akik segítenek, mert azt hiszem, hogy ez abszolút a civil összefogás keretén belül zajlik, és most már azért beszélhetünk erről az egészről, mert vannak olyan civil személyek és cégek, akik és amelyek igenis magukévá tették, és folyamatosan egyre többen jönnek. Igen, hát Laci, amíg annyit hadd mondjak, hogy Bizsolyban 3 telket kaptunk, de az országban jelen pillanatban van 35 telek, amire építhetünk,
és az egyik ilyen település, az pedig Erdőkürt. És arról is majd legközelebb beszámolunk, Pátka, kis falvak, ahol elvesznek a gyerekek, illetve elmennek a fiatalok, nincs munka. De mi úgy építünk, hogy az önkormányzattal megállapodunk, hogy milyen szakemberre van szükség. Szóval ez is egy nagyon nagy igen, momentum. Jó. És mi is volt a kérdés? Hát, hogy kik segítenek? Vannak kifejezetten szponzorok, ugye, akikkel együtt tudtok működni a legkülönbözőbb szinten, de ők konkrétan forintot adnak. Igen, na most azt még hadd mondjam el ehhez, hogy ugye amikor én hazajöttem, akkor a Carter elnök azt ígérte, hogy amennyi pénzt mi össze tudunk itt szedni, annyit ők is hoznak. Feleségemmel együtt elkezdtünk dolgozni, kaptunk akkor egy kis kormánytámogatást is, és $1 millió volt az. És mire jött az elnök úr, akkor felhívott, képzeld el, hogy Kálmán, te őrült magyar barátom, mennyit gyűjtöttél össze? És akkor én azt mondtam, hogy egy keveset, elnök úr, mi az a kevés? $1 millió. De hozta, mert kezet adott rá. Igen. Ez a fontos. Na hát igen. Visszatérve a szponzorainkra. Nagyon nagy köszönet Ford Petrányéknak. Ford Piroska, illetve Petrányi Piroska, a Ford autóknak a tulajdonosa, nagyon sokat segít nekünk. A Nagy Sándor Ausztráliából, aki a honlapunkat finanszírozta teljes mértékben, tárhely, és nagyon ajánlom önöknek, kedves hallgatóink, nézőink, hogy nézzék meg ezt a weblapot. Úgy van, hogy www, tehát www.hazadhazad.hu. Ott minden információt megkapnak, és hogyha rámennek a Ring magazinra, ott is van egy házad hazát rovat, és ott is nagyon sok sztorit lehet találni. Mert a Ring magazin is támogatja az alapítványt. Pontosan, és a mi ezek, otthonunk magazin is. És ezek az adatok, kedves nézőink, fent lesznek majd a műsor végén, olvashatja mindenki konkrétan, ha most ebben a pillanatban hirtelen nem tudták volna valamiért akkor följegyezni. Még mondom, hogy a Csordás Transz, nekik 30 teherautójuk van, és ők úgy támogatnak, hogy bárhova megyünk az országba, ők ingyen és bérmentve fogják leszállítani. A Horizont Kft. Dinszman Tamás által üzemeltetett gyártócéget, ahol 1000 háznak a szerkezetét tudják egy évben legyártani. Hát ez, de 2000-et is. Ez óriási segítség. Hát hihetetlen, úgyhogy... A munkát illetően és a pénzügyi hátteret illetően hát, is. Csordás Tibornak ezt nagy köszönet, mert azt mondta, hogyha a Carter elnök ezt mondta, hogy amennyi pénzt összegyűjtöl, azt mondja, akkor én is hozzájárulok ehhez. Na hát... erre szoktam én azt mondani, hogy hölgyeim és uraim, nem csak a szemétre dobnak az emberek újabb szemetet, hanem a jó gondolatra is újabb és újabb jó gondolat rakódik. Íme itt a példa. Igen, és egyre többen fognak csatlakozni, és most önöknél mondom el először, amit neked reggel elmondtam, hogy az éjszaka, ahogy Poirot mondaná, ugye a nyomozó, a szürke állomány elkezdett dolgozni. Tehát én kidolgoztam, és ezt megmerem mondani, bár édesanyám ezt biztos, hogy ellenezné, ugye, mert mikor hazajöttem és elmondtam, hogy mit akarok csinálni, akkor ő volt az egyetlen, aki hitt benne, de azt mondta nekem, Kálikám, ne mondd el, az Isten áldjon meg, ne mondd el. Azt mondja, amikor majd megcsináltad, akkor mondta, akkor meg minek? Úgyhogy kedves hölgyeim és uraim, szeretném, hogyha az egész ország a határtalan összefogás jelszóval, dr. Tanka Lászlónak a jelszava ez egyébként, egyik kis szponzorunk, és ő mondta, hogy határtalan összefogás. Jövőre, egy év múlva 15 milliárd forintot fogunk összegyűjteni, és megvannak hozzá a lehetőséges. Most tessék fölírni, és egy év múlva rajtam kérni. Ott lesz ez a pénz. Számon kérni? Számon kérni. Tessék számon kérni. Jó, nem mondok tovább nagyokat. Édesanyám, mint most is azt mondta. Szponzort mondjál még. Hát vannak magánszemélyek, és itt hadd mondjam meg, hogy az édesanyám az első nagy szponzorom, hiszen ott laktam nála. Két bőröndön jöttem haza. Képzeld el? Ott hagyva mindent. És hát ő nagyon szponzorál, a lányom is szponzorál, akinek egy masszázsszalonja van. És egy látok valamit nálad, valami színes anyagot. Két fiatal amerikai Magyarországra emigrált. El tetszik tudni elképzelni ezt? El tudod képzelni? Byron Belka és Aaron Palmer, akik létrehozták a Rain
International Corporation, és egy csodálatos terméket hoztak létre, és magokkal dolgoznak. A szernek az összetevői fekete málnamag, sardonyé szőlőmag, fekete köménymag, és hozzá van téve dériboz, ezért a cukorbetegek is fogyaszthatják. Az előnyei, hadd mondjam el önöknek, és hogyha akarnak csatlakozni, akkor legyenek szívesek engem fölhívni. 0630 945 46 62-es a telefonszámom, és akkor én el tudom mondani azt, hogy mit is tud ez a kis tasak. Azonnali energiaszint emelés. Esszenciális zsírsavak omega 3 és 6. Kimagaslóan magas antioxidáns. Immunrendszer erősítő, méregtelenítő, sejtregenerációt végzi, eregtisztítása, gyulladás csökkentő hatása van, átjut az agyi vérgáton 15 perc alatt, és öregedésgátló hatása is van. Hát hiszen nekem volt kétszer most már szívoperációm, és volt egy aranyerem is, ugye hát miért ne lenne, aranyból volt, és megszűnt. Semmi nem sikerült, hogy megszüntesse ezt. Képzeld el, tehát a gyulladást azt visszafogta. Az én energiám az még több, mint korábban volt. Úgyhogy ez egy csodálatos. Ez érdekes, mert Kálmán, amikor jöttünk idefelé, megmutatta nekem, hogy ez a készítmény, ez az eszenciális készítmény, amit funkcionális élelmiszernek is neveznek, ez egy ilyen szép kis tasakban van, az ember így letépi a zárókupakot, és meg lehet inni. Teljesen természetes, ahogy az előbb mondta, és olyan különleges, hogy ez egy USA-ból jött magyar céggel együttműködően gyakorlatilag szerte a világban a magyarokat erősíti. A magyarok kezdeményezésére indult el, és ezért nagyon jó, legalábbis az én szememben különleges az, hogy a Házat Hazát Alapítvány és ez a RÉN cég, amelyiknek ez a termék neve az, hogy szól, és ez azért különleges számomra, és a feleségem, aki tanárnő, és azt mondta, hogy a RÉN ugye az esőt jelent, és azt szoktuk mondani, hogy az eső a sivatagban is életet hoz, a szól pedig maga a lélek. Igen. És ugye, ahogy erről beszélünk, az azért lényeges, mert ennek a cégnek a támogatása az egy folyamatos támogatás lesz, és aki csatlakozik hozzánk, az gyakorlatilag egyéb előnyökben is részesülhet, és az együttműködésnek az is az alapja lesz, amit a Kálmán nekem elmondott, és helyette most gyorsan villogok vele, hogy az első ház, amit föl fognak most rövidesen építeni, annak a neve a lélekháza lesz, és kinek lesz építeni? És azt kérdezem tőled, hogy ezt a lélekházát, ezt vajon kinek építitek föl? Igen, ez egy csodálatos gondolat. Elhatároztuk ugye, hogy a 15. kerületben polgármester úrral, László Tamással összefogva egy mozgássérült családnak fogjuk építeni a házat. Csiszár Attila, aki 17 évesen, most tessék úgy egy picikét elgondolni, 17 évesen elvesztette mind a két lábát egy vonatbalesetben, sőt a jobb karját is. Na most ebből a borzasztó állapotból ő felállt. Igazán felállt, és kitanulta a komputer technológiát, tehát mérnök is, és megtalálta a feleségét. Csodálatos két gyerekük van, és mikor vele beszélsz, nem veszed észre, hogy ő benne ül ebben a tolószékben. És ott csináltunk egy helytörténeti fasort, ültettünk el pár hónappal ezelőtt, 90 vérszilvafát ültettünk el, és ott 30 ország magyarjai voltak ott, és 150-en voltunk, képzeld el. És Szekeres Pál volt a fővédnöke ennek, és a háznak is ő lesz a fővédnöke, hiszen ő is egy ilyen áldozat, ő is most már benne ül ebben, vagy 20 éve egy ilyen tolókocsiban. Közben kell vágnom, mert Szekeres Pálról, akik nem tudják, de akiknek tudják, azoknak is érdemes kihangsúlyoznunk, hogy ő egy olyan sportoló, aki egyedüli a világon a tekintetben, hogy ő olimpiai bajnok vívó és paralimpiai bajnok vívó is.
vívó is egyben. Tehát ez egy különlegesség. És ugye itt jön még az a csatlakozás is, hogy ez a lélekital a sportolóknak különösen jó. Igen. Mert a WADA, a Nemzetközi Antidoping Szervezet vizsgálat alapján ebben semmiféle dopping nincsen, tehát bármilyen nagy verseny, világverseny, kisverseny körtösszében is ez fogyasztható. Tehát ahogy beszélünk, egyre több olyan kapcsolódást találunk valójában, és mindenhol magyarok által, mert amit Kálmán, te mondtál, hogy két Amerikában jövő fiatal ember hozta ezt, ezek az emberek vették a fáradtságot, és megtanultak magyarul. Kiválóan beszélnek, írnak és olvasnak magyarul. És ők mondták, bocsáss meg, Lacikám, csak... Négy gyerekkel van, mindegyik. Mindegyiknek, igen, és azt mondták, hogy nagyon szép az ország itt, de a magyar nemzet beteg. Az emberek betegek, és ez meg fogja őket javítani. Ezt most mondom. És úgy néz ki, hogy megvan a pénz hozzá. Az Attila úgy dolgozza le az 500 óráját, hogy a weblapunkat, tehát a honlapunkat pátyolgatja. És ő a Mozgássértültek Országos Szervezetének iskolai igazgatóhelyettese, és hogyha ott vagy vele, nem hiszed el, te tele van energiával, és én a legjobb választásnak tartom, a család kiválasztó kuratórium által is, egyébként a feleségem dr. Máté Gizöl az elnöke a család kiválasztónak, de nem is ez a lényeg, többen vagyunk benne, és példát mutathat ez az ember az energia szintjéből másoknak, az épp embereknek is. Hát ezzel, amit elmondtál, hogy három végtagja hiányzik, és milyen a viselkedése, és milyen munkát vállal, és mit végez egyébként. Egyébként ő is iszza a szót, persze. Igen. Hát akkor... a lélek házát fogjuk, uraim, felépíteni, hölgyeim, és az önök segítségét is kérem, majd kitaláljuk, hogy hogyan lehet adományozni ezen a tévén keresztül. Lacikám, még egyet hadd mondjak el, egy pár verset hadd mondjak el, jó? Lehet? Szerintem... Egyet, mert egyet. Nekem is van valami. Ja, egyet, jó. Egyet. Köszönettel veszünk, és nyilván az nézőknek is tetszeni fog. Szintén Tarnél Évai Pálma gondolatai, és ezt jó, hogyha megjegyezzük. Adjuk a mécsest kézről kézre, így formál láncot az élet tánca. Adjunk sérült szíveknek gyógyírt, gyepes agyaknak fényt, ingólábaknak mankót, busaknak vigaszt és örömöt. Építsünk, de nem rombolva, és harcoljunk sugárzó szemekkel mindezért. Tehetséged ne rejtsed el, sokszorozd meg, és add tovább. Azt hiszed, szegény leszel, ha mindent odaadsz? Nem. Szíved megújhodik, és benne több kincset találsz, és kitárul előtted a végtelen. Adjuk a mécsest kézről kézre, így formál láncot az élettánca, gyújtsunk fáklyát, és adjuk tovább, míg fényben nem borul az egész világ. És mikor már úgy érzed, elsüllyedsz a porban, lenyúl hozzád Isten, és felemel újra. Mikor már úgy látod, nincs vezércsillagod, szétsimul a felhő, fényes szem rád ragyog. Mikor már nem bírod a terhet viselni, valaki hozzád lép, súlyod megemelni. Könny szüli a gyöngyöt, a szépet, nemeset, keresztfa fényében új eszme született. Őrangyalok titkon köröznek bennünket, karjukkal tartják a tölgyeket, ha dűlnek. Köszönöm, ez szép volt. És akkor még utolsó momentumként valami egyéb biztatót és egyéb segítségkérést mondanál le? Nem, inkább köszönetet mondok, jó? Nem tudom, hogy most mire gondoltál, de még ez egy köszönet, ez beletek. Hát amit még az eddig elmondottan kívül, lényegesnek tartasz, hogy a nézőket tájékoztasd arról, hogy működünk, hogy működik, és mit szeretnél, esetleg mit vársz, mit tudsz adni, mert tudomásom szerint te először mindig adsz valamit mindenkinek a legkülönbözőbb formákban, és csak azután kezdődik el az együttműködés, mert úgy tudod megszólítani az embereket, hogy azonnal érzik azt, hogy itt milyen lényeges és milyen felemelő programról van szó. Igen, és hát pozitív gondolatokról, hogy meg tudjuk csinálni. Igenis, meg lehet csinálni az 1000 házat, és ehhez a pénzügyi támogatást is kérjük, de a köszönet, tudod mi? Azt mondja,
Hölgyeim és uraim, hála az elgáncsolóknak, mert megtanítottak járni. Hála azoknak, akik a kezüket nyújtották, mert megtanítottak szeretni. És hála a halhatatlanoknak, nagyanyámnak, édesapámnak, akik odafönt vannak, nagyszüleimnek, akik testben és szellemben közöttük járnak. Köszönöm szépen, ez nagyon szép volt és felemelő. És így a beszélgetés során jutott az eszembe, ugye, hogy feleségemmel együtt, aki Simonyi Mária történelmi és magyar tanár, mi eddig vagy 10 könyvet írtunk, és az egyik könyvemnek a mottója az úgy hangzik, hogy felteszem a kérdést, hogyan lehet, hölgyeim és uraim, Trabantból BMW-t csinálni? Hát úgy, ahogy Lőrinc Kálmán is teszi, abba kell hagyni a langyos vízben való agonizálást. De nagyon jó. És végezetül én is felolvasok egy verset, ami az egyik könyvemben jelent meg. Az a címe, hogy ha lenne. Ha lenne erőm, ha lenne bátorságom, ha lenne pénzem, ha lenne barátom, ha lenne akaratom, ha lenne bíztatom, ha ifjú lennék, ha segíthetnék, ha és újra ha, és mindig van egy ha. Ha maga biztos lennék, ha szerethetnék, ha lenne fiam, ha lenne lányom, ha lenne unokám. Ha nem lenne a fejembe maszlak, ha nem hinnék a hazugoknak, ha mernék végre a sarkamra állni, ha mernék a csalókkal szembeszállni, ha megmondanám azt, ami a szívemet nyomja, ha nem kussolnék nyomoromban, ha nevén nevezném az országrombolókat, ha munkám gyümölcsét nem adnám jött-ment csalóknak, ha éreznék tetterőt magamba, ha nem ücsörögnék otthonomban, ha látnám a tiszta eget fejem felett, ha elkergetném a sötét fellegeket. Akkor de jó lenne. Akkor sok örömöm lenne. Akkor itt vidámság lenne, akkor a szívekben szeretet lenne, akkor egymás sokszor megölelnénk, akkor egymásra kezet nem emelnénk. Akkor együtt mennék a templomba, akkor együtt koszorúznánk hűvös halomba. Akkor együtt mennénk az iskolába, akkor nem lépnénk be semmilyen párba, akkor nem rekesztenék ki senki a magyart, akkor tudnánk igazán védeni a magyart. Akkor sokan lennénk, fiúk, lányok, szülők és unokák, akkor törődnénk egymással és védenénk a hazát. Akkor megfognánk egymás kezét erősen. Akkor nem férkőznek közénk semmiféle szemét. Akkor a kezünket a szívünkre tennénk, akkor szózatot és himnuszt énekelnénk. Vesd össze magyar a haj és akkor értelmét, érezd meg magyar a haj és akkor erejét. Lásd tisztán magyar, amikor szántod a földet, amikor termelsz a gyárban, amikor ülsz az asztalodnál, amikor törvénykezel, amikor ítélkezel, amikor mások vádolnak, amikor mutatsz a hazád bitorlóknak. Lásd tisztán magyar, amikor szavazni hívnak, amikor júdás pénzt igyelnek, amikor betörik a fejed, amikor elveszik a földed és otthonod, amikor megmondják, mit tegyél, amikor elveszik a munkádat, amikor meglopnak és kifosztanak, amikor tapsot várnak tőled mindezért. Legyen akaratod, erőd, bátorságod, lesz majd biztatód, pénzed és barátod, legyen fiad, lányod és unokád, ifjú leszel vélük, lesz ki gondol rád. Legyél határozott, nézz a hazugok szemébe, láss a maszlaggyártók cinkelt kártyáiba, kérdezz meg tőlük, mikor lesz már vége, tudnak-e szolgálva szeretve nézni a népre. Megláthatod az országrombolókat, ha kinyílik a szemed, tiéd lesz munkád gyümölcse, és kitisztul az ég fejed felett. E pársor az üzenete minden magyaroknak, megállj parancsolunk vele most a rombolóknak. Gondold át e pársort, míg nem késő magyar, lásd meg a diktátort, ki téged betakart. Hölgyeim és uraim, nagyon köszönjük a figyelmüket. Különösen köszönjük a Hun Televíziónak azt, hogy mi itt ilyen hosszan beszélgethetünk. Minden jót kívánok mindeniknek a következő adásig.